Szegény ildívós fiúkkal csúnyán elbánt a sors. Nem csak, hogy sármosak és izmosak, de fantasztikusan énekelnek, és még gazdagok is. A nők a világ minden pontján oda vannak értük. Gondoljanak csak bele, milyen nyomasztó lehet nap mint nap erre ébredni. Elég volt csak benyitni az öltözőjükbe, már is kiderült, milyen szomorúan készülődtek budapesti koncertjükre is. Négy isteni hang, négy kiváló humorú férfi, négy világsztár, akik 6 év után visszatértek Budapestre. Jós, tajstök! Let me try that again. Jós, tajt! Bár a magyar kiejtésem van még mit gyakorolni az ildívónak, a világhírű csapatnak állva tapsolt a magyar közönség is az arénában. Véletlenül különleges lehetőséget kaptunk, bepillanthattunk a kezdés előtti utolsó percekbe a színfalak mögé, és megtudhattuk, mit csinálnak a fiúk, mielőtt a világ bármely pontján felépnek a színpadra. Nagyon jó volt itt múltkor is. Bocsánat, a turné menedzserünk kicsit ideges, mert már a színpadon kéne lennünk. A Fókusz már a kezdetek óta követi a négy énekes karrierjét. Idén áprilisban Bécsben Sebastiannel és Carlossal készíthettünk interjút. Hány alkalommal mondták már neked, hogy úgy nézel ki, mint Sylvester Stallone fiatal korában? Igen, ő a testvérem. Egy csomó ember mondta már nekem. És minél öregebb leszek, annál jobban hasonlítok rá. Az Ildív óta az X-Faktor szülőatya Simon Cowell hozta létre még 2004-ben. Rekordszámú 26 millió lemezt adtak el, és az összes kontinensen több száz teltházas koncertjük volt. Muri Enikő érkezik az arénába, már évek óta rajong a fiúkért, így most meghívtuk, hogy megvalósítsuk élete egyik nagyámát. Nem feltétlenül azért izgulok, mert jó képűek a srácok, hanem mert nagyon-nagyon elismerem őket, nagyon-nagyon jó zenészeknek és énekeseknek tartom őket, és hát azért teljesen más vonalat képviselnek, mint amit én képviselek. 10 perccel kezdés előtt jutunk be a fiúkhoz. Jó estét! Hello, jó estét! Örülök, hogy találkoztunk. Találkoztunk már áprilisban Bécsben, emlékeztek? Igen, emlékszem rá. Szeretném nektek bemutatni az X-Faktor énekesnőjét, Enikőt, aki a tavalyi fináléban szerepelt. Interjúz vele, mert nekem mennem kell. A koncert már kezdődne, így a francia világsztárt arról faggatjuk, mit szokott csinálni pár perccel színpadra lépés előtt. Kiderül, nemrég jól bevacsorázott. Ettem levest, azt hiszem krumplikrém leves volt, egy kis sajtot, aztán cordon bleut brokkolival, és azt hiszem spenóttal, és végül gyümölcssalátát, ja meg néhány édességet még. Néhány perccel kezdés előtt általában felhívom a gyermekeimet, és jó éjszakát kívánok nekik. Egy utolsó fénykép még Enikővel, eközben már teljesen megtelt az aréna. Sebastian búcsúzik tőlünk. Nagyon sajnálom, de tényleg mennem kell, rohanok a színpadra. Nagyon jó veletek az interjú, ne felejtsétek el nézni a Fókuszt, és... Köszönöm, bye-bye. Pillanatok múlva már lendül a karmester keze a színpadon, és érkeznek az isteni hangok. Felcsendül a Halleluja, az Adagio, és még számos világhírű sláger.